annak idején volt egy barátom, amikor vártunk valakire vagy valamire, akkor mindig felkiáltott, hogy itt van. Természetesen erre mindenki mindig felfigyelt, majd halkan hozzátette, hogy május 1-e. Jó estét kívánok, május 1-e itt van, és elérkezett Székesfehérvár sport, és talán sport közösségi életének az egyik legfontosabb napja, a május 1-i sportmajális, és amellett, hogy találkozhatunk a legnagyobb ikonokkal, a legnagyobb klubok sportolóival, ilyenkor mindig lehetőség kínálkozik arra, hogy megismerjük az eddig kevésbé ismert egyesületeket, sportolókat, de a nap legfontosabb pillanata az majd nem sokára következik el, amikor is hivatalosan is átadják, megnyitják az Alba Régia Atlétikai Központot. Most megyünk és megnézzük a megnyitót. Supi, május 1-e a sport szeretet ünnepe. Hogy érzed magad itt a majálison? Milyen eddig ez a május 1-e? Jól érzem magam, jó az idő, a lányok szépek. Mi kell még? Így van, mi kell még? Hogy tetszik az új atlétikai központ? Tetszik nagyon. Én még nem láttam amúgy, tehát tavaly láttam utoljára. Ugye... Hello! Tetszik, hogy van lelátó, bentről még nem láttam, de biztos, hogy öltözők is jók, úgyhogy nekem nagyon tetszik. Meg az, hogy rekordtán van a salak helyett, az mindenképpen jó. És hogy látod, Carlos Frade, ikletet kapod, hogy majd néha itt kell rónótok a köröket? Hát reméljük, hogy idén már nem. Alapozásnál valószínű, hogy kijövünk ide párszor. Én nekem az első gondolatom, hogy kívülről gyönyörű szépen néz ki, amit csináltok, de ez mi is valójában? Hát ez egy kicsit a határán van a művészetnek és a sportnak, nem nevezhetném sportnak, de a mozgásművészetnek egy fajtája, a cirkusz elemeit ötvöznének a gyakorlatok általában. És látom, hogy egészen pici kortól már vannak nátok sportolók. Mekkora létszámmal dolgoztok együtt, és milyen korosztálya? Hát általában 10 fős csapatokkal dolgozunk, egy teremtett oktatás 10 fővel megy körülbelül, de bárkire nyitottak vagyunk, egész kicsi kortól 5 éveseket már várunk, ők nagyon ügyesek. És tavaly itt felléptetek, idén felléptetek, valószínűleg jövőre is föl fogtok lépni, de az év nagy részében mire készültök? Vannak bemutatóitok, versenyek, hogy kell ezt elképzelni? Van néhány bemutatónk van, meg hogyha felkérnek minket, akkor megyünk egy különböző városi bemutatókra, koncertekre, erre-arra, meg magunknak gyakorlunk és erősítünk. És honnét jött az ötlet, hogy ezt csináljátok? Én artista voltam 20 évig, és bejártam ezzel a félvilágot, és megtetszett ez a gondolat, hogy amatőrökkel is el lehet érni egy szintet. És hogy érzitek magatokat itt a sportmajálison? Mennyire tetszik, mennyire jó eddig? Nagyon. Azt hiszem, hogy jó, de ezt a többieket kérdeznek, mert ők szerepeltek. Mennyire jó a majális? Ugye ti már azért régen birtokotokba vettétek az új atlétikai központot, de egy hivatalosan mellett átadva nektek. Mit jelent az életetekben ez? Mennyi újdonságot jelent?
elsősorban nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk, és ez nekünk épült. Másodszor ugye szerencsénk van, hogy megépülhetett ez a nagy létesítmény, akkor ugye a fedett rész főként, mert ez télen is ősszel azért nagy segítség lesz a felkészülésünkben, és minden esetre nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk, és ez tényleg értünk épült. Látom, hogy sok gyerek itt próbálgatja a különböző feladatokat. Mivel készültetek a mai sportmajálisra? Hát az Arak Aktív program keretében meghirdettünk nekik ilyen vetélkedőt, aminek az a lényege, hogy ugyanúgy kipróbálhatják ezeket a például gátfutást, akkor kislabdát dobhatnak, gerelyt hajíthatnak, és ennek minden az a lényege, hogy megszerettessük velük a sportot. És te hogy érzed magad itt a sportmajálison, melyik program tetszett eddig a legjobban, ha sikerült körbenézned egyáltalán? Sikerült, igen. Hát persze a megnyitó, ugye az ejtőernyős ugrás, az is nagyon szép volt. Akkor elmentem, itt van például a családom, velük elmentünk falat mászni, akkor kipróbálták a különböző harcművészeteket, úgyhogy szerintem ez egy színes és remek családi program. Nagyon sokan sokat meséltek már nekem a sportmajálisról, hogy milyen jó rendezvény ez. Nagyon tetszik a környezet is, ki lehet ide jönni bármikor, és az ember könnyedén eltölt itt egy teljes napot sportolással. Most nagyon jó az idő is, ki lehet próbálni mindenféle sportágat, nekem nagyon tetszik a sportmajális. Szép lett az új atlétikai központ is, biztos vagyok benne, hogy a srácok a nyáron sok időt töltenek majd itt. Most jöttök itt először a sportmajáson. Hogy tetszik, hogy érzitek magatokat? Nagyon jól érezzük magunkat, és nagyon tetszik a sportmajális. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk végre, és megmutathatjuk magunkat. És láttam, az előbb sokan voltak kíváncsiak rátok, mit mutattatok meg? Igyekeztünk a Kyokushin karate egész mozgásanyagát és az edzéseken használt technikákat bemutatni, a kihont, az alaptechnikákat, a formagyakorlatokat és a küzdelmeket is, mind a három fajta küzdelmet, amit gyakorolni szoktunk. Jönnek ilyenkor érdeklődők, hogy hol lehet jelentkezni, hol lehet elkezdeni edzeni nálatok? Hogyne, meg nem is bíztuk a véletlenre, mert zászlókat osztanak a gyerekek az egész területen, és a zászló rajta van az elérhetőségünk, tehát hogyne, persze. És hány gyerekkel jöttetek? Gondolom, őket nagyon élvezik, de mennyien vannak itt? Hát olyan 60-70-en vagyunk körülbelül itt, akik aktív sportolók, tehát akik az egyesületnek a tagjai. Ebben vannak a Nippon Zengó szakosztályunknak tagjai, ami egy női küzdősport aerobik, és vannak karatésaink, ők körülbelül egy 60 fővel vannak itt a karatés gyerekek, illetve szülők még, azért szülők, kísérők, egész sokan, ahogy itt látjátok körülöttünk, sokan vagyunk. Gondolom, akkor jöttök jövőre is? Hát, ha meghívnak bennünket mindenképpen, hogyne. Mesi, gondolom inkább Kecskeméten lennél, de hogy tetszik a mostani sportmajális? Persze, mindenképpen inkább a versenyt választottam volna, hogyha lehetett volna, de hát közben jött egy betegség. De hát így kijöhettem a majálisra, megnézhettem, hogy milyen, mert már rég, mindig közben jön nekünk valami. Úgyhogy most megnézhettem, hogy milyen. Én is felvonultam a kicsikkel. De nagyon sok program van, úgyhogy, meg nagyon sok ember, úgyhogy jól megcsinálták. És mit tetszik, melyik program? Másztál mondjuk falra, vagy nem tudom, kaptál el frisbee-t Somosz Dolitól a színpadról? Nem. Felvonultam, itt voltam egy kicsit, aztán hazamentem, meg ilyen, most jöttem vissza, úgyhogy most fogunk körbenézni. Mi az, ami visszahozott, visszavonzott? Bály Alex, mondjuk? Sajnos láttam, hogy 3-kor kezdődik nekem, akkor edzésem van, úgyhogy ki kell hagynom. Megnéztem volna. Hát nem tudom. Nem tudom, mik a lehetőségek. Nézd meg az információs pultnál, azt javaslom.
Mire számíthatunk Sacitos Bencétől most Kecskeméten a világkupán szerinted? Én egy nagyon jó eredményt várok, hazai verseny, ez biztos ösztönzi őket, mert hát mindenkit. Néztem már eredményt, jól vívott a Saci, döntő az mindenkitől szerintem biztos, és azon belül én dobogót várok. Te meg most itt fölmérheted, hogy átadták az Arak atlétikai központját, hogy itt lesz majd az EB, az ötös EB, kicsit fölmérheted, hogy mire számíthattok majd. Igen, néztem, nagyon szép, jó, hogy minden egy helyen lesz, és remélem, hogy sok ember kijön oda is. Just gonna tell you right now that I believe, yes, I really do believe, yeah. Something's got a hold on me, yeah. Oh, it must be love. Oh, something's got a hold on me right now, time. Oh, it must be love. Let me tell you now, I never felt like this before. Hogy érzed magad itt nálunk Fehérváron a Sporthomályán, és mennyire volt hálás közönség a fehérvári? Én nagyon szeretem a fehérvári közönséget, nem első alkalommal vagyok már itt. Ráadásul most, hogy megtudtam, hogy ez egy sportmajál is, hát kifejezetten örülök, örömömre szolgál, rengeteget sportolok én is, úgyhogy szerintem hason lelkűek vagyunk így a közönsége. És én mindig azt mondom, hogy nyilván a majálisnak van egy ilyen pejoratív, a munka ünnepe, hát nyilván nem véletlenül kezdődött el ez az egész ünnepsorozat annak idején. Az olyan rosszul hangzik, hogy a munka ünnepe, ünnepeljük a munkát, de így, hogy a sportot ünnepeljük, és közben dolgozunk, mert sportolunk, az teljesen szimpatikusan hangzik, úgyhogy örültem. Annak főleg, hogy ilyen sokan voltak. Már kora délelőtt, már délelőtti órákban rengetegen nem voltak, hát remélem, hogy ez már csak fokozódni foguk, hogy nagyon remek a program. Említetted, hogy sportolsz te is, látszik, hogy gyönyörű vagy, energikus, sportos. Mit sportolsz, mivel tartod magad karban a hétköznapokon? Itt áll valahol az edzőm, és szigorúan néz, és pásztáz, hogy mit kell még rajtam javítani. Mi nagyon-nagyon fanatikus módon, legalábbis én, hetente 4-5-ször edzem vele. Nagyon funkcionális edzéseket végzünk, személyre szabottan. Nagyon fontos, hogy nyilván, hogy az emberek mit látnak szerintem a színpadon. Tehát a látvány, jó példát mutassunk az embereknek, igenis a mozgás fontos. A másik nagyon fontos dolog, hogy stresszoldásra a legjobb dolog szerintem a mozgás. Mert amikor már úgy érzi az ember, hogy túlhajtja magát és nem bírja tovább, akkor azt gondolná, hogy ó, és még elmész edzeni? Igen, mert tölt, tényleg tölt. Energikus az ember tőle. Nagyon jó dal az Eurovíziós dal, de nagyon jó nóta. Mi a következő dobás, mi lesz a következő nagy dobás? Nagyon dolgozunk a stúdióban, az utolsó simításokat végezzük a nagy lemezen, úgyhogy aki a következő dalt várja, annak még egy jó hír, nem csak a következő dal jön hamarosan, hanem egy egész lemeznyi anyag, ami többek között az Ég veled is ott lesz, és remélem, hogy nagyon fogják szeretni az emberek. Mikor láthatunk legközelebb Fehérváron újra? Én bízom benne, hogy minél hamarabb. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Touch this. My music hit so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me with a mind to rhyme and to hype me. It feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such, and this is a beat you can't touch. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look at my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Touch this. Fresh new kicks and bands, you got it like that. Now you know you wanna dance, so move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on like that, like that. Pull a little bit, just don't fall on back. Let them know that you're too much and this is a beat they can't touch. Yo, I told you, you can't touch this. Why you standing there, man?
És ez volt a 2014-es sportmajális összefoglalója. Remélem, hogy tetszett önöknek, és az, aki idén esetleg nem látogatott ki, jövőre majd eljön. Remélem, hogy nagyon sok mindent meg tudtunk önöknek mutatni. Sajnos mindenhol azonban mi sem tudtunk ott lenni. Úgyhogy remélem még egyszer, hogy tetszett önöknek az összeállítás. Jövőre valami hasonlóval készülünk, és azt hiszem, hogy jövőre valami hasonlóval készül a város is. Viszontlátásra!